A képességek parja ebben a táborban már hagyománnyá válik. Idén mivel készültetek a táborlakók számára? Hát, sziasztok! Hát ismét elhoztuk az Ismerj meg és fogadj el programunkat, ezen belül a képességparkot. Hát szokásunkhoz híven mindig van kerekesszékes akadálypálya, mindig egy kicsit újítunk a feladatokon, a pályákon, illetve a játékokon. Van vakszoba, különböző vakjátékokat, vakon bekötött szemmel ki lehet próbálni különböző játékokat. Két vak táborozónk megmutatja, hogy hogyan kell közlekedni, hogyan kell segíteni a vak fiatalokat, a vak embereket, hogy hogyan kell helyesen segíteni, hogyan kell tolni egy kerekesszékest, hogyan kell egy patkán fölvinni, ezt mind ki lehet próbálni. Akkor a jelelés állomáson, ott meg lehet mutatni, hogy a siketek hogyan kommunikálnak, milyen nyelvet használnak, akkor van illatmintafelismerés, különböző vakon kirakható játékok, és itt minden állomáson egy-egy kis szirmot, egy virágszirmot lehet elkészíteni. Minden állomáson kapnak egy-egy kis pecsétet, és aztán a végén egy napos oldalas virágot tudnak elkészíteni, amit nyilván haza is vihetnek egy minden állomás. Ha bejárták az összes állomást, akkor egy kis ajándékot kapnak a résztvevő fiatalok. Remélem, hogy mindenki jól fog szórakozni. Mi a tapasztalatotok, hogy amikor végigmegy egy vendég ezeken a körökön, állomásokon, akkor milyen tapasztalatokkal gazdagodik, milyen élményekkel távozik, és milyen esetleg szemléletmódváltozás megy végbe rajta? Én azt gondolom, hogy ez kezdésnek elég, hogyha már egy kicsit több időt a fogyatékkal élővel tölt, akkor az még közelebb hozza a fogyatékkal élők világához, de maga az, hogy kipróbálhatja, hogy milyen egy kerekesszékbe beleülni, és úgy esetleg fölmenni egy kis rámpán, vagy csak egy kis kétcentis patkán, ami olyan semmisnek látszik, hogy azon milyen nehéz átmenni, vagy hogy milyen nehéz vakon bekötött szemmel közlekedni, és ezt megtapasztalja, akkor utána egész más kép fog hozzáállni, hogyha lát egy kerekesszékest, hogy egy picit tud beszélgetni egy sérült fiatallal, egy értelmi sérült fiatallal, vagy egy autista, vagy egy dankóros fiatallal. Én azt gondolom, hogy ez az egyik feladatunk így az alapítványon belül, hogy mindezeket a feladatokat közelebb vigyük, ezt a szemléletet, ezt az érzékenyítést. Járunk ezekkel a programokkal iskolákba, óvodákba, középiskolákba, és hát a szemléletváltás feladat számunkra az első számú.